Önök is tudják, hogy minden idők legnagyobb korrupciós botrányában a központi nyomozó főügyészség nyomoz, és ebben az ügyben hallgattak meg engem a mai napon tanúként, tekintettel arra, hogy 2011-ben, mint elszámoltatási kormánybiztos, a 4-es metró vagonainak beszerzése tekintetében én is folytattam vizsgálatot. Önök is tudják, hogy ez az ügy, ahol a beruházás során a beruházás érték egyharmadát, közel 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak, és a magyar államot az Európai Unió 59 milliárd forint visszafizetésére kötelezte. Teljesen egyértelmű ebben az ügyben, hogy a szerződések megkötése, a beruházás megkezdése a Gyurcsány kormány idejére esett, tehát mindenképpen ebben az ügyben Gyurcsány Ferenc felelőssége elsődlegesnek tűnik, és teljesen egyértelműen adódik az a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc miért nem ment el a gazdasági bizottság meghallgatására, annak ellenére, hogy több alkalommal meghívták. Ugyanígy nem vett részt a gazdasági bizottság vizsgálatának munkájában G. Németh Erzsébet, aki szintén a DK-s politikus, és akkor az MSZP frakcióvezetője volt. És sorolhatnánk azokat a MSZP-SZDSZ-es fővárosi vezetőket, Demszky Gábor, Hagyó Miklós, aki szintén nem hajlandó az ügyben semmilyen érdemi nyilatkozatot tenni és segíteni a bizottság munkáját. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ennek a korrupciós botránynak a szereplői az MSZP-hez köthetők, Gyurcsány Ferenchez köthetők, illetőleg az akkori MSZP-SZDSZ-es városvezetéshez. És egyébként, ha már a korrupciós pénzeknél tartunk, akkor érthető Gyurcsány Ferencnek az a korábbi kijelentése, hogy jobb, ha nem mondja meg, hogy honnan érkezett sok-sok pénz az MSZP kasszájába. Az is lehet, hogy Gyurcsány Ferenc az ellopott metrópénzekre utalt, és ezek azok a pénzek, ezek azok a korrupciós pénzek, amelyek az MSZP kasszájába kerültek. A mai napon az általam készített vizsgálati jelentésről adtam tájékoztatást az ügyészségnek. Lényegében ugyanazt mondtam el, mint a Parlament Gazdasági Bizottságának meghallgatásán, és ebben az ügyben a véleményem nem változott, sem 2011-ben, sem most 2017-ben. Teljesen egyértelmű, hogy a felelősség a Gyurcsány kormányt terheli ebben az ügyben, teljesen egyértelmű, hogy az akkori MSZP-SZDSZ-es városvezetés a felelős a metróberuházás kapcsán keletkezett korrupciógyanús megfogalmazásokhoz. Teljesen egyértelmű, hogy azok a pénzek, amelyeket most az ügyészség keres, illetőleg az OLAF jelentésben szerepeltek, az MSZP és az SZDSZ pártkasszájába vándoroltak. Innentől kezdve egy feladat maradt hátra, felszólítom Gyurcsány Ferencet, hogy végre vegye a bátorságot és tegyen nyilatkozatot ebben az ügyben, akár menjen el a gazdasági bizottság ülésére és ott mondja el, akár máshogy, ahogy kívánja. Nagyon divatos most Gyurcsány Ferenc részéről, hogy a Facebook oldalán különböző információkat oszt meg. Ott is nagyon szívesen elfogadom, hogyha a nyilvánosságra hozza, de mindenképpen jelen pillanatban elérkeztünk arra a pontra, ahol Gyurcsány Ferencnek ebben az ügyben szint kell vallani. El kell neki mondani, hogy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy az MSZP-hez olyan pénzek vándoroltak, amiről jobb, ha nem beszél, és mindenképpen megkerülhetetlen az akkori városvezetés felelőssége, élőkön pedig Demszky Gáborral.